Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. A telefonban Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát aki korábban aranyban fektettek, azért azt hiszem most nem panaszkodnak, hiszen az elmúlt napokban csúcsokat döntögetett az arany világpiaci árfolyama, és hát ha úgy nézzük, akkor egy év alatt több mint 20%-os emelkedés volt. A kérdés az persze, hogy ez meddig tart. Mit gondol? Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát valóban az árfolyam legalábbis forintban számolva csúcsról csúcsra, történelmi csúcsról történelmi csúcsra szárnyal. Dollárban még elmarad ugyanaz árfolyama korábbi történelmi csúcstól, de hát ott is... Hát ott is 7 éves csúcs, nem? Hát azért az már szemmel látható csúcs az is. Így van, tehát itt is dollárban számolva is nagyon magas régiókba jutott el az árfolyam. A múlt hét közepén már átlépte az 1600 dolláros lélektani határt, aztán most a hét elején, hétfőn hajnalban tovább kilőtt, a pénteki záróárhoz képest az árfolyam további csak nem 3%-kal, a nap folyamán eljutottunk 1700 dollárig is, aztán persze később a nap folyamán nem sikerült ezt a szintet tartani, visszaesett a jegyzés, de még most is ebben a pillanatban is 1650 dollár környékén jár az uncia árazása. Technikailag első körben még visszatesztelhet a jegyzés tovább 1600 dollárig is a hétfői nagy felugrást követően, de elképzelhető, hogy onnét már is újabb emelkedésbe kezd, és akkor 1750 dollár lehet a következő technikai árszint, ameddig a rally elérhet. Ez a további felszökés az árfolyamban különösen akkor valószínű, ha a koronavírus megbetegedések száma Európa szerte gyors ütemben tovább növekszik, a járvány miatti aggodalmak már is nagy bizonytalanságot okoznak a piacokon, a tőzsdemutatók világszerte zuhannak, az aranyár pedig ellentétesen mozogva csak szárnyal. Igen, csak ugye ebben az volt az érdekes, ha már említette a tőzsdéket, hogy pont ezt beszéltük, hogy ugye a koronavírus azért már hetek óta téma, ehhez képest ugye a hét eleje, tehát a hétfő volt az, amikor ezért komolyan megroppantak. Nyilván itt az oroszországi hírek, gondolom, az, ami befolyásolta mindezt, de addig előtte igazából nem nagyon láttuk jelét mindennek, most viszont olyan hirtelen jött csőstül minden, és hát hogy ez így marad, akkor az tényleg könnyen lehet, hogy további áremelkedés felé sodorja az aranyat. Egyébként a fizikai piacon ott mi a helyzet? Hát a fizikai piac kettős képet mutat, tehát egyfelől a magas árszint miatt idehaza, de leginkább ezt tudom megítélni, meg persze azért a környező országokat is, ahonnét hírek érkeznek, nagyon magas az eladói kedv, tehát akik korábbi években jóval alacsonyabb árszinten beszálltak az aranyba, fizikailag vásárolták vésztartalékként vagy spekulációs céllal, azok közül azért most sokan realizálják a nyereséget, de a vásárlók is nagyon erősen jelen vannak, tehát nagyjából olyan 50-50 az arány. Kezd el uralkodni egy pánik hangulat. Én nem vagyok járványügyi szakértő, azt nem tudom megítélni, hogy hogyan alakulhat a járvány tovább, de és hát persze a szakértők közül is az azért sem, hogy sokan nem tudják ezt, de hát az emberek egyre inkább félnek, hogy ügyfélbeszélgetésekből ez derül ki, hogy a megszokott életük teljes mértékben felborulhat a járvány következtében. Adott esetben a lakóhelyük vesztegzár alá kerülhet, ha ők maguk nem is betegszenek meg, de esetleg nem jutnak el a munkahelyükre, az egészségügyi rendszer túlterhelődhet, ami ahhoz vezethet, hogyha baj van, akkor például nem tud jönni a mentők, de kiürülhetnek a szupermarketek polcai, leállhat a szemétszállítás, az alapvető szolgáltatások, az állam mindennapos működése kerülhet veszélybe, és így tovább. Hát, hogy ez bekövetkezhet-e, azt nem tudja senki megmondani, de hát ugye itt Olaszország azért mégiscsak egy turisztikai célpont, több százezer turista van ott, és ezek hazatérnek, vagy tértek már az elmúlt napokban az otthonaikba, és viszik magukkal a járványt. Tehát az a probléma, hogy ez egy ilyen globális elosztóbázisnak tűnik, ez az észak-olasz régió, hogy könnyen lehet, hogy ugrásszerűen megugrik a megbetegedések és halálesetek száma, és ettől félnek a piacok, ettől rettentek meg a befektetők, ezért esnek a részvények, mert ennek aztán hatásai lehetnek a világgazdaság alakulására is. És ugye hát menekülő befektetésként ezért emelkedik részben az aranyára. Na jó, figyeljük tovább természetesen. Nagyon szépen köszönöm Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották itt a Tendefemen. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 8-kor pedig friss hírek jelentkezünk a reggeli monitorban.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.